kötöttünk össze, hogy egy levélben szólítsuk fel a kormányzatot a sztrájktörvény szerinti egyeztetésre a korkedvezmény ügyében, és az itt megjelent szakszervezetek akcióegységben többülőten kérik ezt, és mégpedig nyomatékosan kérik a kormányzatot. Egy picit összefoglalnám az előzményeket. Ugye a korkedvezmény és a korengedmény intézménye volt az, amely a tisztes visszavonulását biztosította azoknak a kollégáknak, akik ugye a foglalkozás egészségek alkalmatlanná váltak. A kormányzat ezt 2011 évén eltörölte. 2011-ben, ugye, amikor ezeket ennek a megszűnéséről való híreket már a kormányzat bejelentette, akkor az itt lévő szakszervezetek többsége demonstrációt szervezett, illetve megpróbált sztrájkolni, viszont a Magyar Bíróságnál nem tudtunk jogszerű sztrájkköveteléseket megfogalmazni, illetve elutasították ebbéli kéremeinket. A 2011. decemberben az országgyűlés eltörölte, de biztosította 2012. december 31-ig a korkedvezményhez kapcsolódó szolgálati idő további megszerzését, az egészen 2014. december 31-ig a kormányzat meghosszabbított, és az előzetes 2014 őszi tárgyalásokon is elhangzott, hogy a kormányzat ezt meg fogja hosszabbítani, hiszen 11-ben hozott egy kormányhatározatot, amely arról szólt, hogy a korkedvezmény intézményét kiváltó ellátás és intézmény rendszerét meg kívánja alkotni, illetve az erről szóló jogszabályt meghozza majd a parlament. Ez nem történt meg. Az utolsó nagy demonstrációra a korkedvezmény ügyében 2014. december 3-án került sor, ahol a jelenlegi szakszervezetek tagjai és tisztviselői képviseltették magukat. A 2014. december 29-én a versenyszféra és a kormány állandó konzultatív fórumán megszületett egy megállapodás, amely a korkedvezmény helyébe lépő új ellátást opciós jelleggel vállalta, és 2015. évi tavaszi országgyűlésre be kellett volna vinni ezt a jogszabályt, ez nem született meg. Jelenleg a VKFS tárgyalások elakadtak, ennek semmiféle kilátásban lévő megoldása nincsen. De többször leveleztünk a korábbi államtitkárját, aki e területét felelős Comba Sándorral, de konkrét érdemi előrelépés nem történt. Ezért most ennek a területnek is új vezetője van, Cseresés Péter úr személyében, és ezért gondoltuk úgy, hogy egy levéllel ismételten megkeressük a kormányzatot, azzal a nyomatékkal, hogy ha nem történik érdemi tárgyalás, akkor akár a munkabeszüntetés eszközéhez is nyúlnak a szakszervezetek. A mozdulatok szakszervezete ősszel kiadta a sztrájk felhívását ezügyben, amelyet a bíróság másodfokú végzésében jogszerűnek minősített, tehát az a levél, amely most mai nap aláírnak a kollégák, ezt a sztrájkkövetelést tartalmazza, amelyet a másodfokú bíróság jogszerűnek ítélt meg.